Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Paks 2. 2021 elején kezdődhetnek az előkészítő földmunkálatok. Önkormányzati segítség különféle módon segíti Szekszárd a lakosságot és a cégeket. Digitális oktatás, nem csak a tudást, hanem az aktivitást is értékelik a tanárok év végén. Összefogás, az egészségügyi dolgozóknak és rászoruló családoknak segítenek a szekszárdi szervezetek. Akár 8 hónappal korábban is megépülhet az új paksi atomerőmű, az Európai Bizottság ugyanis jóváhagyta a magyar fél kérelmét, így a legszigorúbb szabályok betartása mellett a reaktorépület talajelőkészítő munkálatait már a létesítési engedély kiadása előtt el lehet kezdeni. A kiszolgáló épületeken már hónapok óta dolgoznak a szakemberek, és jövőre az év elején megkezdhetik Paks 2 főépületének a talajelőkészítő munkálatait is. Ehhez arra volt szükség, hogy a magyar fél engedélyt kérjen az Európai Bizottságtól, hogy a terület előkészítését még az atomerőmű létesítési engedélyének kiadása előtt elkezdhessék. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően ketté bontottuk, hogy a létesítési engedélykérelem kiadását megelőzően már talaj előkészítő munkákat végezhessünk, és hogy ezt Brüsszelbe, ezt a nukleáris biztonsági szabályzat módosítást, ezt jóvá kellett hagyatnunk. Brüsszelben pedig megadták az engedélyt, így már a létesítési engedély kiadása előtt elkezdődhetnek az új atomerőmű főépületének földmunkái, így a legszigorúbb szabályok betartása mellett 8 hónappal is rövidülhet a teljes kivitelezés. Az engedélykérelem elbírálási ide az 15 hónap, tehát azt látható, hogy ha én betartom a időtartamokat, akkor egy 8-9 hónapot lehet párhuzamosan már hamarabb munkát végezni a talajelőkészítés résfalazásba, mint hogy a végleges engedélykérelmet megvárnám. Ez a gyakorlat több országban már sikeresen működik, például Finnországban is így épül atomerőmű. Pakson a most engedélyezett előkészítő szakaszban 8 millió köbméter földet kell megmozgatni, és 2570 méter résfalat is építeniük kell a szakembereknek. Az új erőmű létesítési engedélykérelmét idén június végéig kell benyújtani a Paks 2-nek a hatósághoz, majd a tervek szerint 2021 elején kezdődhetnek a földmunkák. Az új erőmű a tervek szerint 2021. szeptemberében kaphatja meg a létesítési engedélyt. A szekszárdi önkormányzat mindent elkövet annak érdekében, hogy a lakosság és a vállalkozások is átvészeljék a koronavírus járványt. Ennek érdekében forrásokat csoportosítottak át szociális és gazdasági kiadásokra, amikből többek között finanszírozni tudják a rászoruló családok adománycsomagjait, valamint a védőeszközök beszerzését, jelentette ki Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. A városvezető kiemelte, a város a járvány miatt összesen 1,5 milliárd forinttal kevesebb összegből gazdálkodott. Az idén. Továbbra sem vezet be korlátozó intézkedéseket Szekszárd polgármestere a koronavírus járvány miatt. A Tolnai megyeszékhelyen és a környéken levő kirándulóhelyeket továbbra is lehet látogatni, a megfelelő szabályokat betartva, jelentette be Ács Rezső, a város polgármestere. A városvezető elmondta, több ezer maszkot, 31 ezer kesztyűt, 250 liter készfertőtlenítőt szerzett be eddig az önkormányzat, és nagy részét ki is osztották az egészségügyi és a szociális szektor munkavállalóinak, valamint az önkormányzati dolgozóknak. Eddig összesen az időseket és a tanulókat is beleértve közel 700-an kértek ebédet, de csak 20 szülő igényelt gyermekfelügyeletet. Ács Rezső felhívta az iskolavezetők figyelmét arra, hogy az elkövetkező időszakban megnőhet azon szülők száma, akik felügyeletet kérnek, mert elfogy a fizetett szabadságuk. Erre pedig fel kell készülniük az iskoláknak. A városvezető kiemelte, a szekszárdi önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse a lakosságot és a cégeket. Ennek érdekében 10 millió forinttal megemelték a szociális kiadásokra szánt forrást, amiből többek között adománycsomagokat tudnak adni rászoruló családoknak. A helyiek és a vállalkozások segítése érdekében pedig ingyenessé tették a parkolást a városban, és 3 hónap moratóriumot kaptak a kereskedők, vagyis legközelebb júliusban kell fizetni bérleti díjat. Ahogy a taxisoknak sem kell most 3 hónapig közterület használati díjat fizetni
kezelniük. Ezzel kívánja a város segíteni a cégeket, hogy könnyebben vészeljék át a vírus miatti forgalomkiesést. Árcs Ezső azt mondja, a költségvetést is módosítani kellett a válsághelyzet miatt. Bevételi kiadás oldalon is kalkulálni kell ezzel. Ugye a helyi adóbevallásoknak a határideje eltolódott, ez például a likviditásban azért gondot fog nekünk majd némiképpen okozni. De azt tudni kell, hogy az előrejelzések szerint a cégek nyilatkozatai szerint körülbelül mondjuk iparűzési adóból ilyen 700 millió forint körül bevételkiesés lesz, vagy 700 és 1 milliárd között. Mindennel együtt úgy számolnak, hogy 1,5 milliárd forint esik ki a 7 milliárd forintos költségvetésből a válsághelyzet miatt. Árcs Ezső kijelentette, minden beruházást, amit lehet, elhalasztanak most. Az állami vagy uniós támogatásból megvalósuló beruházások azonban nem állnak le. Így például megépül a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő is. Bár az Éjjel-Szekszárd frakció tagjai lakossági tiltakozásra hivatkozva igyekeztek megakadályozni, hogy elindulhasson a munka, ami a városvezető szerint azért érdekes, mert a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság februárban még támogatta ezt a beruházást. Látjuk az ellenzék működéséből ezt a bénakacsa effektus, hogy maguk között nem tudnak megegyezni projektekben. Én azt gondolom, hogy jövő vonatkozásában az alapegészségügyi ellátórendszer fejlesztése egy fontos és létkérdés lesz. Árcs Ezső közölte, a 4500 beteget ellátó orvosi rendelő meg fog épülni. Kisebb zökkenőkkel, feszültségekkel ugyan, de 6 hete működik a digitális oktatás a szekszárdi iskolákban a koronavírus járvány miatt. Az intézményvezetők azt mondják, ez az új helyzet minden érintettől nagyobb türelmet, több és kreatívabb munkát igényel, ám a tanárok, szülők és gyerekek időközben belerázódtak az új helyzetbe, és egy maréknyi csoporton kívül mindenki jól teljesít. Az iskolaigazgatók szerint most elsősorban nem a tudás, hanem az aktivitás a mérvadó, főként ezt értékelik a pedagógusok az év végén. Asztalra felrakott székek, üres osztálytermek, elhagyatott épület, ez jellemzi 6 hete az iskolákat. Akkor zártak be az oktatási intézmények a koronavírus járvány miatt. Azóta digitális oktatás zajlik, hol kisebb, hol nagyobb zökkenőkkel. Hirtelen jött a digitális oktatásra való átállás, a finom hangolás most is zajlik. A tanárok és a szülők között is vannak olyanok, akik nehezebben birkóznak meg az online felületekkel, ezt mondják a szekszárdi iskolák vezetői. A DNS Valéria általános iskolában első körben felmérték, hogy mely családok nem rendelkeznek okos eszközzel otthon, igyekeztek segíteni ezeknek a családoknak. A tanárok pedig alkalmazkodtak ahhoz, hogy mit tud a gyerek otthon elérni, és azt is figyelembe vették, hogy a szülők milyen felületet ismernek és tudnak jól kezelni, mondja az intézmény vezetője. Hozzátéve, ez elsősorban az önálló tanulásra még képtelen alsó tagozatos gyerekeknél számít. Azokat a gyerekeket is nyomon követik, akik nem túl aktívak. Nagyon kevés volt az a tanuló, aki lustaság miatt nem küldte vissza a feladatokat. Őket folyamatosan nyomon követjük, telefonon is utánuk szoktunk nyúlni, fölhívjuk, vagy akár e-mailben is, de volt úgy, hogy levelet kellett írnom, hogy felszólítsam őket, hogy muszáj komolyan venni, mert most ez a tanítási forma, és nagyon nagy a valószínűsége, hogy így is fogjuk befejezni ezt a tanévet. Botos Ilona, a Babits Mihály általános iskola vezetője, egyben kémia tanára, éppen azt a videót mutatja, amelyikkel kiegészítette a diákoknak átküldött tananyagot. A vezető azt mondja, a diákok és a szülők alkalmazkodása az új helyzethez példaértékű, mindemellett a tanárok is erejükön felül teljesítenek. Természetesen az iskolánál is vannak olyan családok, ahol a technikai háttér nem megoldott, de igyekeznek erre is megoldást találni. Ez tulajdonképpen egy ilyen csapatmunka nálunk, tehát tényleg akinek először ez nem ment olyan jól, a többiek fölkarolták, a két helyettesem, Zsuzsi és Erika is nagyon-nagyon sokat dolgozott ezekben a dolgokban, hogy ki tudják alakítani a pedagógusok ezeket a módszereket, felületeket, és én azt gondolom, hogy most már gördülékenyen halad ez a dolog előre. Március 13-án jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a koronavírus járvány miatt bezárnak az iskolák, és digitális oktatás veszi kezdetét. Az új digitális tanrend országszerte 720 ezer általános iskolást, és több mint 400 ezer középiskolást érint.
Szigorításokat vezettek be Pakson, hétvégén kötelező szájmaszkot viselni a város közigazgatási területén működő boltokban, üzletekben és a tömegközlekedésben. A 18 év alattiak este 8 és reggel 6 között nem tartózkodhatnak közterületen, csak szülői felügyelettel. A Magyar Honvédség fertőtlenítést végzett az Életfa idősek otthonában. Országosan zajlik folyamatosan az idős otthonok ellenőrzése. Mint arról már beszámoltunk, Pakson elvégzett koronavírus teszt mind a 86 lakónál negatív lett. A polgármester kérésére a Magyar Honvédség az Életfa idősek otthonában is elvégezte a héten a fertőtlenítést. Azokat a helyiségeket felszabadítottuk, amiknek a takarítása, fertőtlenítése a legkritikusabb, és egyébként a legnagyobb veszélyforrást jelentik fertőzés tekintetében. Úgyhogy hát most egy térkép alapján mennek a katonák helységről helységre. Kültéri fertőtlenítést is elvégezték a katonák az udvaron, ahol az áruszállítás miatt nagyobb a forgalom, illetve a padokon, járdákon, ahol az idősek levegőzéskor tartózkodni szoktak. A koronavírus tetőzése a május 3-ai hétre várható, így a paksi polgármester élve a kormányrendelet adta lehetőségekkel szigorítást vezetett be hétvégére Pakson. Az egyik ilyen, hogy kötelező a szájmaszk viseletem a város közigazgatási területén működő kereskedelmi egységekben és a tömegközlekedésben. Ezekhez a feltételeket megteremtette az önkormányzat. Az elmúlt hetekben minden háztartásba eljuttatták a maszkokat. Akik mégsem kaptak, azok jelezték az illetékesek felé. Jelenleg információim szerint egyébként körülbelül 30 háztartás jelezte, hogy nem kapta meg a maszkokat. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen méretű város esetében jónak mondható. További szigorítás Pakson, hogy a 18 év alattiak este 8 és reggel 6 óra között nem tartózkodhatnak közterületen, csak szülői felügyelettel. A rendelkezések betartását a helyi rendőrség ellenőrzi. A cél nem a büntetés, hanem a szabályok betartatására való figyelmeztetés. A fűtési szezon végéhez közeledve és a kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel sokakat foglalkoztat a kérdés, hogyan és mikor történik majd az elszámolás. A Szexáli távhőszolgáltató cég vezetője és a leolvasást végző Techem Kft. Ügyvezetője is azt mondják, hogy legkésőbb szeptemberben megtörténik a fogyasztásmérők beszedése. Április 20-án lekapcsolták a távfűtést Szexárdon, mivel az átlaghőmérséklet elérte a 12,7 Celsius fokot. A fűtési időszak azonban május 15-ig tart, ami azt jelenti, hogy a távfőt még el lehet indítani. Ezt akkor teszik meg, ha az időjárás megköveteli, azaz 12 Celsius fok alá esik a hőmérséklet, vagy ha a lakóházak közös képviselői ezt kérvényezik, mondta Csukle Tibor, a Szexári távhőszolgáltató cég vezetője. A fűtési szezon végéhez közeledve a fogyasztókat elsősorban az érdekli, hogy mikor lesz elszámolás. Az elszámolás gyakorlatilag jelenleg teljesen bizonytalan. Azt nem tudja megmondani senki, hogy ez a vírus meddig tart. Gyakorlatilag azt terveztük először, hogy júliusban elszámolás, de úgy tűnik, hogy a vírus elhúzódása miatt a Techem Kft. Csak vagy augusztusban, vagy szeptemberben tudja leolvasni a mérőket. Tolna megyében több mint 7000 lakásban található fűtőtestre szerelt mérőkészülék. Ezeknek 60%-a már modern, vagyis lakáson kívülről úgynevezett okos mérőn keresztül történik az elhasznált érték leolvasása. Így a cég munkatársainak már nem kell személyesen kimenniük a fogyasztókhoz. A további 3000 lakáshoz azonban ki kell menniük házhoz a szakembereknek, mondta Tófalvi György, a leolvasást végző cég ügyvezetője. Azért nem tudunk időpontot sem mondani, és azért találgat mindenki, mivel nyilvánvaló, hogy mi is és a lakók is szeretnénk ezt a lehető legbiztonságosabban végezni. Emiatt van az, hogy ugye mondtuk már júniust, bízunk abban egyébként, hogy a járványhelyzet júniusra talán olyan szintre kerül, hogy ezek a leolvasások megkezdhetőek, amennyiben azt tapasztaljuk, hogy ez nem így van, akkor természetesen ezeket a leolvasásokat későbbre halasztjuk. Legkésőbb szeptemberben olvashatják le a készülékeket, és ezt követően számolnak el a fogyasztással. Érdemes tudni, emelte ki a távhőszolgáltató cég vezetője, hogy a krízis helyzetbe került fogyasztók kérhetik, hogy számláikat 3 vagy akár 5 hónappal később fizessék be.
Hol pénzzel, hol élelmiszerrel, máskor játékokkal vagy éppen melegétellel segítenek a közfeladatot ellátóknak, hátrányos helyzetűeknek a szekszárdi városvédők az Összefogás Városunkért civil szervezettel összefogva. Legutóbb a József puszta, Kendergyárgy, Ózsák puszta lakta városrészekben lakó nagycsaládosoknak adtak át adományokat. Ezek a képek az Összefogás Városunkért civil szervezet és a szekszárdi városvédők legutóbbi közös adomány átadásán készültek. A József puszta, Kendernyár, Ózsák puszta lakta városrészekben lakó nagycsaládosoknak juttattak el játékokat, könyveket és egyéb használati tárgyakat, valamint 100 liter almalevet. A két civil szervezet rendszeresen segít rászorulókon és támogatja az egészségügyi dolgozókat, valamint a közfeladatot ellátókat. A városvédők több száz adag pörköltet főztek már, amiből nem csak a mentősök és a buszsofőrök ettek, a családok átmeneti otthonába is jutott. A jótékonysági akciójukhoz ugyanis a taxisok is csatlakoztak. A civilek és a városvédők játékokkal, írószerekkel, melegétel, konzervekkel támogatták a Hétszínvilág otthonában élő gyermekeket is. Szabó Balázs, a szekszárdi városvédők elnöke azt mondja, az a céljuk, hogy segítsenek. Véleménye szerint ezek a megmozdulások is azt mutatják, milyen erős és aktív civil szféra működik a városban. Tisztán látszik, és a jövőre nézve is előre mutató, hogy az emberek igenis képesek összefogni, és nem csak kampány és pártpolitikai célok érdekében megmozgatni dolgokat, hanem igazi, valódi, őszinte tettekért. Ugye a posztjaink is ezért íródnak, hogy inspiráljunk embereket, és ösztönözzünk arra, hogy minél többen segítsenek. Az Összefogás a Városunkért civil szervezet és a szekszárdi városvédők összesen több mint 3500 taggal rendelkeznek. A két szervezet több mint 1,5 millió forint értékű adományt adott már át. Legközelebb szombaton juttatnak el adományokat rászoruló családokhoz. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Helyesli az iparkamara a bértámogatást, könnyebben menthetnek munkahelyeket a cégek. Támogatják a baranyai gazdák pályázatait, online fórumot tart a kormányhivatal a mezőgazdászoknak. Online edzések és kihívások, rekordot döntött egy pécsi sportoló. Számos feltétel módosult a korábban meghirdetett kormányzati bértámogatási rendszerben, akár 2 órára csökkentett munkaidő esetén és távmunkára is igénybe vehető a 70%-os támogatás. Enyhítettek a képzéssel kapcsolatos követelményeken is. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára szerint alapvető fontosságú a gazdaság újraindításában a munkahelyek megőrzése. Kedd este megjelent a Magyar Közlönyben a bértámogatási rendszerre vonatkozó új feltételrendszer, amelyet a kormány a munkáltatók és érdekképviseletek észrevételei nyomán alkotott. A rendelet április 29-én lép hatályba. A maximális támogatás összege emelkedett, a majd 75 ezer forintról 112 418 forintra nőtt, mivel hogy a kieső munkaidőt a kormányrendelet már nem csak 30-40-50%-ba határozta meg, hanem 25-85% között, így ezáltal a támogatás mértéke emelkedett, mivel a kieső munkaidő 75%-át fizeti a magyar állam a munkavállaló részére. A támogatással együtt számolt munkabér összegének a támogatás időtartama alatt el kell érnie a munkavállaló eredeti alapbérét. Lényeges könnyítés viszont, hogy ez a kitétel nem vonatkozik arra az esetre, ha a munkaidő csökkentés legalább 50%-os, de más is változott az új szabályozásban. Le lett cserélve a támogatás alapja nem a távolléti díj, hanem az alapbér. Az alapbér, az fontos megjegyezni, hogy alacsonyabb lehet, mint a távolléti díj, mivel hogy itt különféle pótlékok és egyéb plusz juttatások nem számítanak bele. Ami még lényegi változás, hogy munkaidő keretben is lehet alkalmazni ezt a bértámogatást, távmunkába, home office-ban is ugyanúgy működhet. A munkaidőkeret kikerült a követelmények közül, vagyis a munkaidőkeretben foglalkoztatottakra is érvényes a támogatás. Nagyon sok melléklet és különféle nyilatkozat és indoklás kellett a
munkabértámogatásos pályázatnak az első verziójához. Ezeket most a kormány radikálisan lecsökkentette, tehát mi tényleg azt gondoljuk, hogy ha megjelennek az új nyomtatványok, akkor akár cégkapunk keresztül ez egy pár óra alatt összeállítható, nagyon gyors támogatási konstrukció. Vagyis csökkentették az adminisztratív terheket is, mondja a helyi iparkamara főtitkára. A gazdasági érdekképviselet szerint szükséges és fontos a bértámogatási rendszer bevezetése. A munkahelyek megőrzése alapvető feltétele lesz a gazdaság újraindításának a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával. A Baranya megyei kormányhivatal az idei évben is biztosítja a gazdálkodók számára az egységes kérelmek sikeres benyújtásához szükséges szakmai konzultációs lehetőséget. A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzetet tekintettel a hagyományos tájékoztató fórumot ezúttal videokonferencia keretében tartják meg az Agrár- és Vidékfejlesztés támogató főosztály szakemberei. Második hete igényelhetik a gazdák az EU-s támogatásokat, ezért a baranyai gazdálkodók, gazdálkodási szervezetek, szaktanácsadók jelentkezését várja a megyei kormányhivatal. Idén is megtartják ugyanis azt a szakmai konzultációs fórumot, ahol bemutatják, hogyan pályázhatnak sikeresen és eredményesen a támogatásokra. Most azonban a koronavírus miatti veszélyhelyzetben online videokonferenciát tartanak. Jelentkező igények alapján akár ha kell, ezt meg tudjuk ismételni. Egyszerre 50-en tudnak részt venni ezen a videokonferencián. Bízunk abban, hogy minél többen részt vesznek ezen. Ezzel is a kormányhivatal támogatni szeretné azt, hogy a mezőgazdasági támogatások hibátlanul legyenek leigényelve, és ebben a nehéz időben is támogatásokkal a gazdaság működését, fenntartását támogassa. Egy ilyen kis lépéssel a Baranya megyei kormányhivatal is. Április 28-án kedden tartják a szakmai fórumot. A kormány megbízott elmondta azt is, hogy a mezőgazdasággal kapcsolatos ügyek intézésében figyelnek arra, minél kevesebb személyes találkozásra kerüljön sor a járvány miatt. Ha majd ez a helyzet elmúlik, akkor egy évünk lesz arra, hogyha úgy ítéljük meg, hogy a projektet mégiscsak kell személyesen meglátogatnunk helyszíni ellenőrzés keretében, akkor azt megtegyük, mint kormányhivatal. De a lényeg, hogy semmilyen helyszíni ellenőrzéssel a vidékfejlesztési projekteket nem fogjuk felkeresni, dokumentum alapúan, és nagyon gyorsan szeretnénk ezeket a támogatásokat is kifizetni a gazdálkodóknak. Idén 43 jogcímen igényelhetnek egységes támogatást a gazdák. Tavaly több mint 4500-an adták be pályázatukat. Ezekre 15 milliárd forint támogatást fizettek ki csak Baranya megyében. A versenyszezon kezdete előtt zártak be a tornatermek és tértek át az egyéni online edzésmunkára a tornászok. A kemény munka mellett kihívásokkal is motiválják egymást. A PSN ZRT egyik versenyzője például a világ legjobb tornásznője kihívását teljesítette. Az amerikai sportoló kézállás helyzetben levette a melegítő alsóját, Bogi pedig megdöntötte a rekordot. 6 hete online edzésekkel készülnek a PSN ZRT versenytornászai. Az első tavaszi megmérettetés előtt a koronavírus járvány miatt a szövetség úgy döntött, hogy elhalasztja versenyeit, és az edzések is csak egyénileg végezhetők. A legutóbbi állásfoglalás szerint pedig május 31-éig törölnek minden szövetségi versenyt. A szakemberek véleménye az, hogy ebben a helyzetben fejlődni nem lehet, és maximum az erőálló képességet és a lazaságot lehet szinten tartani. Egy olyan technikai sport, amit minden nap kéne csinálni, nincsen se korlát, se ugrás, se nagy talaj otthon, se gerenda. Vannak pici gerendák, azért azon próbálkoznak a lányok, meg én mondom, hogy a gerenda gyakorlatot meg kell csinálni, azt el is küldik, de hát nyilván nem gerendán tudják megcsinálni. Ilyen alaptechnikai elemeket tudunk gyakorolni, és akkor én beszélgetek, meg hát tartjuk a kapcsolatot ugye a válogatott, a korosztályos válogatott edzőjével, más kollégákkal is, és ők is azt mondták, hogy az erőlétnek kell meglenni, nyilván a lazaság az most lehet. Futás, gimnasztika, erősítés, lazítás és minden nap más alapelem gyakorlása. Egyhetes edzésterveket készítenek a versenyzőknek a PSN ZRT edzői, majd délután 4 és 8 óra között megnézik az aznapi videókat, és javítják a technikát.
de az edzői jelenlétet nem lehet pótolni, vallják a szakemberek. Egyeztetjük, hogy milyen feladatokat is kellene csinálni, és akkor próbálok én ehhez ilyen referenciáinkat keresni a YouTube-on, ugye nagyon-nagyon sok videó található fönn torna a témában is, amerikaiak, franciák, hollandok, nagyon-nagyon sok ilyen oktató videókat tesznek föl, és ezeket adom én tovább a lányoknak, és ugye ez ad nekik egy ilyen vizuális élményt is ahhoz, hogy mit kell csinálni, nem csak leírva látják a feladatokat. A kemény edzésmunka mellett kihívásokkal is motiválják egymást a tornászok. A PSN ZRT egyik versenyzője például a világ legjobb tornásznője kihívását teljesítette. Az amerikai Simone Biles kézállás helyzetben levette a melegítő alsóját, Bogi pedig megdöntötte a rekordot. Lehet gyakorolni. És végül nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Paks 2. 2021 elején kezdődhetnek az előkészítő földmunkálatok. Önkormányzati segítség különféle módon segíti Szekszárd a lakosságot és a cégeket. Digitális oktatás nem csak a tudást, hanem az aktivitást is értékelik a tanárok év végén. Összefogás, az egészségügyi dolgozóknak és rászoruló családoknak segítenek a szekszárdi szervezetek. Szombaton egy hideg front érkezik, hatására már délelőtt megerősödik a szél, eleinte a felhők lesznek túlsúlyban, majd egyre nagyobb területen válik napossá az idő, csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor, még kisebb eséllyel rövid zivatar. Vasárnap is hasonló időjárás várható, elszórtan kialakulhatnak gyenge záporok, füllett idő valószínű. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!